Az adatfelvétellel kötelező vizsgálattal együtt körülbelül 35-40 percet vesz igénybe egy véradás, akár ennyi idő ráfordításával is életet menthet egy-egy önkéntes véradó. A hiedelmekkel ellentétben az is adhat vért, akinek van tetoválása, az viszont fontos, hogy egészséges és minimum 50 kilós legyen a véradó. A véradások számát minden megyében rögzítik, a listán Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelenleg az első 5 között szerepel. Szabolcs megyében naponta 100 egységre van szükség, és havonta olyan 2000 egységre körülbelül. Országosan ez megfordul, több ezer egységre, 8000 egységre van szükség hetente. Tehát ezek nagy számok, ezt előre tervezni kell, a terveket ápolni kell, gondozni kell, úgymond küzdeni kell érte, hogy ezek a heti, napi egységek meglegyenek, mert ha felborul, akkor tulajdonképpen az egész munka eredményessége megkérdőjeleződik, és hát mindig az a lényeg, hogy ott áll a sor végén valaki, akin segíteni kellene, és ő rá mindenféleképpen kell gondolni. A véradások bő kétharmadát térségünkben a Magyar Vöröskereszt koordinálja. A szervezet kiemelt célja, hogy a fiatal felnőttek számára is fontos legyen a véradás. Az önkéntességet ösztönzi az Országos Felsőoktatási Véradó Verseny is. Jelenleg a Nyíregyházi Egyetem vezeti a mezőnyt, itt ad a legtöbb fiatal vért. Ötödjére fogunk most vért adni. Én szociálpedagógia hallgató vagyok, első éves, és nekem a húgom is felsőbeteg, és ő is kapott már vért, úgyhogy én fontosnak tartom, hogyha esetleg az én hozzátartozómnak kell, akkor legyen, meg persze másnak is. A véradóverseny még tart. Szerdán és csütörtökön napközben is várják az önkénteseket a Nyíregyházi Egyetemen, azonban az országos versenyben csak a nappali tagozatos hallgatók véradását rögzítik. Én elsős vagyok itt a Nyíregyházi Egyetemen, másodszor adok életemben vért, és azért tartom fontosnak, mert így segíthetek másokon. A verseny egy teljes tanévet ölel fel, csak az őszi fél évben országosan 5500-an adtak vért.